A mezőzáhi ugronkastély a falu legmagasabb dombjáról uralkodik a tájon. A műemléképület 3 éve üres, de folyamatosan őrzik. Rendeltetéséről még nem született döntés, sorsa az Európai Uniós pályázatoktól függ. A kastély a Maros megyei tanács tulajdonában, a Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság kezelésében van. Restaurálására csak Európai Uniós alapok lehívásával lenne lehetőség. A gyermekjogvédelemnél jelenleg tanulmányozzák a következő 7 éves ciklusra kiírt pályázatokat. Az első variáns egy nappali foglalkoztató központ kialakítása a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára, ez a szolgáltatás a község lakóinak szólna. A második dolog, amire gondoltuk, egy nappali központ kialakítása fogyatékkal élő gyermekek számára, ez az egész régiót érinteni. Mindkét projekt esetében együtt kellene működni a helyi vagy a megyei önkormányzattal, hiszen a szolgáltatás költségei egy idő után rájuk hárulnának. Emellett az épületben is nagyobb átalakításokra lenne szükség ahhoz, hogy megfeleljen ennek a célnak. Az a lehetőség is felmerült, hogy az épületet megkapja a Maros megyei múzeum, ha megtalálják a megfelelő rendeltetését. Mindenképpen most, ahogy egyre több finanszírozási vonal megnyílik, és tisztában fogjuk látni azt, hogy milyen Európai Uniós lehetőségek adottak ebbe a 7 évben, hamarosan döntésre kerül a helyzet, hogy milyen irányba indulunk el a kastéllyal kapcsolatban. A kastélyt Báró Ugron István építette 1912-ben. Az elmúlt években csak minimális állagmegőrző munkálatokat végeztek az épületen. Az államosítást követően a kastélyban működött már Gabona begyűjtőközpont, általános iskola, gazdasági liceum, majd 1963-tól árvaház. A gyerekeket 2012-ben költöztették ki, azóta szigorúan őrzik az épületet. Remélhetőleg még idén eldől, hogy mi lesz a sorsa, és mi hamarabb restaurálják a műemléket.